Mindhárom jégkorong csapatunk szlovén ellenféllel mérkőzött az Interligában, közülük csak a Dac játszott ma hazai környezetben. A sorozat utolsó helyén álló dunaújvárosiak az eddig 100%-os szlovén Slavia Ljubljana ellen léptek jégre. A két csapat Interligában mutatott eddigi teljesítménye alapján inkább szlovén gólveszélyt lehetett volna várni, ennek ellenére a Dac dolgozta ki sorra a nagy helyzeteket. A hazaiak irányítása a 11. percben érett góllá. Peterdi életerős lövése után az újvárosiak olykor ki sem engedték a védekező harmadból a Szláviát, ilyen agresszív letámadás után született a második Dac gól. Igaz, borsos szemfüles találatához kellett az addig remeklő Misics kapus figyelmetlensége is. A második harmad elején Tokai lövésénél a kapuvas mentette meg a vendégeket az újabb bekapott góltól, az újvárosiakat viszont Ferjú sem tudta megmenteni, miután egy eladott koronggal Peruzzia kapuig mehetett és nem is hibázott. Hasonló szituációban egyenlíthetett is volna a Szlávia nem sokkal később, ám ehelyett Borsos használta ki a szlovénok újabb figyelmetlenségét, ez pedig megnyugtatta a hazaiakat, akik a záróharmadban Vas Márton góljával alakították ki a 4-1-es végeredményt. A forduló mai másik két mérkőzésén az Újpest ismét 8-1-es vereséget szenvedett Jesenyicében, míg az Alba Volán hosszabbítás után 2-1-re kapott ki az Olimpia Ljubljanától.